Jó reggel, sziasztok, Csárpánk vagyok. 2024. június 26. napján ez a kávésüti bitcoin. Nézzük, hogy mi újság ma a bitcoin grafikonokon. Szórakoztató tartalom, nem befektetési tanácsadás, ezek csak a Csárpánk reggeli dűnyögései. És hát viszonylag laza volt a tegnapi nap a kriptopiacokon. A való világban közben a tőzsdéken van érdekesség, mert a Rivienne-nek tegnap egy 50%-ot ment zárás után. Az árfolyama arra híre, hogy a Volkswagen befektet állítólag a Rivienne-be, ott egy nagyon-nagyon szép short squeeze alakult. Egyébként a kriptopiacokon laposabb volt a piac, úgyhogy ez a mai nem is lesz egy olyan nagyon-nagyon hosszú videó. Bitcoin három idősávos konszenziót rendszerkezet. Itt látjátok a táblácskámat, 3 per 9 jelenleg a kitettség indikációm. hetes es idősávon továbbra is long 3 az indikáció, mert az előző zárásnál még long 3 volt a jelzés. Ugyanakkor abban az esetben, hogyha zárásra 66 ezer dollár fölé nem tud visszakeveredni valahogy a bitcoin, ez jelenleg egy ilyen 4500 dollárra van a mostani árfolyamtól akkor véglegesnek tekinthetjük ezt a medvés keresztezést, és akkor a long 3-ból a long 2-be kell majd visszatérni, itt hetes idősávon. Egyéb iránt, hogyha egy kicsit közelebbről ránézzünk, akkor itt hetesen van egy olyan érdekesség, hogy közelíti a mint a 30 periódusos mozgó a bitcoinnak az árfolyama, és abban az esetben, hogyha valahol itt zárna, ahol most van, tehát nem mélyebben, mint ez a korábbi zárás itt 61.500 dollár környékén, akkor az eresével tudnánk kapni egy nagyon szép fordított divergenciát, már mint pontosítok, hogyha itt zárna nagyjából ilyen 61500 nál nem mélyebben, és a következő gyertya egy bulis gyertya lenne, akkor tudnánk kapni itt egy könyököt az árfolyamban, az rsi is tudnánk kapni egy könyököt, és abban az esetben itt lenne kettő azonos szintű mélypontunk, az rsi pedig lenne két egymást követő mélyebb mélypont, ami egy fordított divergencia, ami itt a min környékén nagyon szép trend folytató jelzés szokott lenni, de hát ez egyértelműen még a jövő kérdése. Trend struktúra az jelenleg 3 per 3, és ahogy mondtam, jelenleg azt figyelem, hogy érdemese visszatérni 2 per 3-ba, ezt majd záráskor fogjuk meglátni. Háromnapos trend szerkezet, itt jelenleg pozíció felvételére nincsen indikáció 65.800 dollárnál, mondjuk azt, hogy itt is 66.000 dollárnál van a min, és ez most a határ a pozíció felvétele és a medvés trend szerkezet között, úgyhogy amíg 66.000 dollár fölött nem látjuk a bitcoinnak az árfolyamát, addig itt a háromnapos idősávon nincsen indikáció pozíciónak a felvételére és hát hogyha lejövünk az egynapos idősávra, akkor itt is azt látjuk, hogy a zárási szignálunk az itt már 67.500 dollárnál megvolt, és azóta szépen tart lefelé a zárfolyam, ezt én nekem egy-két finom sorttal sikerült is megutaznom itt az elmúlt napokban, és hát a mint azt látjuk, hogy 66.800, mondjuk azt, hogy 67.000 dollárnál van ezen az idősávon, konszenció szerinti trendstruktúra felvételéhez 67 ezer dollár feletti mozgásra lenne szükség. Tehát így összefoglalva a három idősávot, azt lehet mondani, hogy a 66 000 és a 67 ezer dollár közötti zóna most az, ami a magas idősávú trend szempontjából a választóvonal, a szép és a csúnya trend között, a napos idősávon az eresi az bekukkantott itt pár nappal ezelőtt ebbe a nagyon medvés 33 alatti zónába, de talán szépen igyekszik onnan kifelé. Nem szeretem, amikor ebben a nagyon-nagyon mély zónában tartózkodik az eresi, tudni hogy ott a legerősebb, a lefelé tartó momentum, és hát egyébként, ha már az eresít nézzük, akkor figyeljük meg, hogy itt van egy mélypontunk 58.200-nál, itt pedig van egy magasabb mélypont 60.300-nál, és közben az eresében pedig itt van egy mélypont Ilyen 31-néhánynál, és van egy alacsonyabb mélypont 23-nál, ez pedig bizony egy divergencia, és utalhat arra, hogy a jelenlegi erősebb momentum mellett már megjelentek vevők a piacon, tudnék itt ezen a ponton a gyengébb momentum egy alacsonyabb árat tudott eredményezni, itt pedig a mostani erősebb medvés momentum egy magasabb. Mélypontot tudott csak keletkeztetni, ez pedig itt napos idősávon egy nagyon szép alakuló fordított divergencia. Hogyha egy pillanatra átjövünk a volatilitásra, a implied volatility grafikonra a Bitcoin piacán, akkor azt látjuk, hogy továbbra is lefelé trendel a volatilitás, tehát jelenleg a hosszú távú opciós szerződésekben a volatilitási értéknek a trendje az lefelé mozog. Amikor a volatilitás alacsony a piacon, azokban az időpillanatokban a hosszú távú opciós szerződések mind long, mind short irányba általában olcsóak, mert kevés bennük az úgynevezett vega érték. Ha már ma ilyen csártolós videó van, akkor szerintem nézzük meg a konszenszió trend struktúráját az Ethereumnak is. Itt van a tábla, ez jelenleg egy 5 9-es trend mutat, tehát az Ethereum az egy picit jelenleg erősebb, mint a Bitcoin, és hogyha ezt kibontjuk, akkor azt látjuk, hogy itt a hetes idősávon még 3 per 3 a jelzés, de alakulóban van egy medvés keresztezés, egy long 2-es jelzés ezen a grafikonon, abban az esetben, hogyha 7 zárásra 3500 dollár fölé nem tud magabiztosan visszazárni az Ethereum, akkor hetes idősávon elképzelhető, hogy itt majd el kell vennünk egy pozíció méretet, Egyéb iránt itt láttunk szintén egy szép fordított divergenciát, RSI mélypont, csökkenő RSI mélypont, közben pedig egy mélypont és egy magasabb mélypont, egy ilyen mean reversion keretében, illetve mean reversion core történő fordított divergencia, ezek nagyon szép trendfolytató jelzések, egy hasonlóra vadászom most a Bitcoin piacán, látszik, hogy itt milyen szépen kiadta az Ethereum-nak a grafikonján. Menjünk lejjebb, egy kicsit nézzük meg a háromnapos idősávot. Ez egy 2 per 3 as rendszerkezet. Itt adta meg nekünk 3670 dollár környékén a csökkentési jelzést a grafikon. És azt látjuk, hogy teljesen össze vannak itt háromnaposon, most már egy szűk zónába szűkülve a mozgóátlagok, és mindegyik oldalazik. Ezt úgy hívják, hogy volatility squeeze. Ezek azok a pillanatok, amikor itt a min környékén a volatilitás teljesen elmegy a piacból. A piac tanástalan, ilyenkor a traderek. Margin traderek egyre nagyobb tőkeáttétellel próbálják az egyre kisebb mozgásokat megjátszani, és az ő kimosásuk az ilyenkor egy lendületes mozgásban szokott feloldódni. Az RSI az támaszkodik az 50-es szinten, ami jó jel long 2 rendszerkezet, és innen egy pattanás, az egy nagyon-nagyon jó hír lenne. Napos időságon pedig jelenleg nincsen pozíció, medvés szerkezetben vannak a mozgó átlagok, és mindegyiknek esik az értékeit. Napos időságon 3600 dollár most az a szín, ami fölött ismét a trend struktúra, az adna nekünk egy szebb jelzést itt a ethereum nak a grafikonján. Ha megnézzük az Ethereum Bitcoin keresztet, akkor sőt, ezt már nem is itt fogom megnézni, hanem itt egyszerre három idősávon, ahol egymás mellett látom a hetes háromnapos napos idősávokat, azt lehet látni, hogy a alcezonra irányadó Ethereum Bitcoin kereszt, az nagyon-nagyon küzd és nagyon-nagyon alakít valamit. Hetesen látszik, hogy éppen próbálja megfordítani a trendet, a mozgó átlagok épp itt ezen a ponton, ahol most vagyunk, próbálnak egy longos struktúrába rendeződni. Háromnaposon már szép a trend, és a naposon is van egy ilyen squeeze, a mozgók azok kicsit fölfelé hajlanak és szépen össze vannak szűkülve, úgyhogy alapvetően itt ezen a három idősávon, itt az Ethereum Bitcoin kereszten lehet látni egy ilyen alakulgató bullish szerkezetet, és hát ez az Ethereum Bitcoin kereszt, ez általában irányadó szokott lenni az altok tekintetében. Már most változik a dinamika, hiszen az Ethereum az, az gyakorlatilag azzal, hogy Spot ETF-et kapott és bemegy a Tradfi világba, most már azt hiszem, hogy inkább egy kór termék lesz, nem feltétlenül lehet majd altcoinnak kezelni. Tudjátok, hogy nekem az az álláspontom, hogy a bitcoin a digitális arany, az Ethereum pedig a smart contract platform, és minden más az, amit én altcoinoknak hívok. Úgyhogy azt hiszem, hogy azt, hogy a Ethereum bitcoin kereszt, az az alt tekintetében irányadó, ezt a gondolatot ezt lehet, hogy felül kell majd vizsgálni a közeljövőben. Köszönöm szépen a figyelmeteket, ennyit ma reggel röviden a bitcoin és az ethereum piacokról. Remélem, hogy szeretitek ezeket a rövid kis reggeli összefoglalókat, és ezek egy kicsit a segítségetekre vannak. Amennyiben ez így van, akkor holnap reggel találkozunk ismét, én itt leszek, remélem ti is, addig pedig szép napot és jó kereskedést mindenkinek, sziasztok!